rendhagyó darabbal készült évadnyitó előadására az ebben az esztendőben 5. születésnapját ünneplő Székesfehérvári Balettszínház. Egerházi Attila koreográfiájával és rendezésében a Nomádok című ízig-vérig mai táncnyelven megfogalmazott táncjátékkal várják a nézőket, amelyben a kortárs balett világa ősi zenei témákhoz nyúl vissza. Az este első részében a fél évtizeddel ezelőtt bemutatott első táncvers darab, a Blablabla, a kommunikáció csapdáit veszi górcső alá. Azért is érdekes, mert ugye ez volt az első darab, ami itt a Vörösmarty Színház színpadán előadtunk, ezt kimondottan ennek az új társulatnak, illetve még nem meglévő társulatnak, hiszen ezt akkor készítettem, amikor még nem alakult meg a Székesfehérvári Balettszínház, de már 4 táncossal itt voltunk a városban és dolgoztunk. És aztán ez volt a nyitó darab, ez volt az első. A Nomádok darab leképezi az ősi magyar népmesék központi figuráját, a vándorlegény alakját, aki tarisznyájával a vállán nekiindul, hogy szerencsét próbálva felfedezze a világot és benne saját magát. Ezt most ezen a különleges estén mindenki megteheti, ha felölti a virtuális vándorgúnyát, bizonyosan nem fog csalódni. Olyan darabot készítettem a társulat számára, aminek a díszleteleme, ennyit lehet talán spoilerezni, egy nagy lejtő. És ezen a lejtőn táncolnak. De ez egy akkora méretű lejtő, hogy ez nem fér be a próbaterembe. Tehát ez azt jelenti, hogy először itt a színpadon, az első színpadi próbán, azaz tegnap találkoztak a táncosok. Egész nap ezt próbáltuk, kvázi koreografáltam, illetve dolgoztam együtt a táncosokkal, hogy azok a hiányzó, szabadon hagyott részek, azok hozzáillesztődjenek a baletthez. Az ősbemutatót a kortárs balett kedvelői november 8-án 19 órakor tekinthetik meg a Vörösmarty Színházban.